Határtalanul program keretében május 7-e és 9-e között a Hunyadi Mátyás magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola 7. A-osztályos diákjai Erdélyben jártak. A kirándulás célja az volt, hogy a diákok megismerjék a határon túli magyarok életét, és ez jó alapul szolgáljon ahhoz, hogy az elkövetkező években az anyaországi és a határon túli iskola partneri viszonyba kerüljön, és rendszeresek legyenek a diákcserék. A kirándulás lehetőséget teremtett a diákok nemzettudatának és nemzeti összetartozás érzésének elmélyítéséhez. A gyerekek és osztályfőnökük így emlékszik vissza a három napra. A pályázat részeként egy témanapot tartottak június 4-én az összetartozás napjának alkalmából. Az udvaron egy körvonalas rajzot készítettek, majd az alsós osztályok ezt kiszínezhették. Megemlékezés keretében egy prózai szöveg és egy vers hangzott el, majd a felsős osztályok 3-3 fős csapatokban vetélkedtek, játékos feladatokat oldottak meg a határon túlélő magyarok életével, kultúrájával kapcsolatban. Május 7-e és 9-e között Erdélyben osztálykiránduláson vettünk részt. A határtalanul pályázat keretein belül első megállunk Nagyváradon volt, ahol megnéztük a kanonok sort és a katolikus székesegyházat, amit László király alapított. Ezután sétáltunk a sétáló utcán, és a Sebes-Körös partján is voltunk. Megálltunk Székelyföld kapuján, Királyhágón, ahol csináltunk pár szép képet. Majd megérkeztünk Kalotaszeg fővárosába, Bánffyhunyadra, ahol megnéztünk egy festett kazettás mennyezetű templomot. Kolozsváron megálltunk a város főterén megnézni Mátyás király szobrát és szülőházát, és itt az volt a jó, hogy kaptunk egy kis szabadidőt is. Kolozsváron meglátogattuk a Házsongárdi temetőt, ahol leródtuk a tiszteletünket az 1848-as, 49-es katona sírhelyeken, és még két költőnek a sírhelyénél, Dzsida Jenőnek és Reményik Sándornak. Nekem külön nagy élmény volt, mert a költészet napján Reményik Sándor verset szavaltam el. A második napot Tordán kezdtük, ahol megnéztük a sóbányát, ahhoz több száz méteres sávot vezetett le a lifthez, és a 13 emelet mély lépcsőhöz. Ott egy teljes szórakoztatási komplexum volt, ahol lehetett bowlingozni, pingpongozni, és volt egy hangversenyterem is. A só nagyon jó a légutaknak, és visszafelé megnéztük a tordai hasadékot. Mielőtt Torockóra érkeztünk, megnéztük a székelykövet, ami arról nevezetes, hogy kétszer kell fel a nap. Torockón meglátogattuk a helyi iskolát, megnéztük a Néprajzi Múzeumot, és megnéztük a kutat, ahol még a mai napig is itatják az állatokat. Voltunk Gyulafehérváron, ott második Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemé választották. Sétáltunk a vár falai között, oldottunk meg feladatokat, és végül ellátogattunk Hunyadi János és Hunyadi László emlékművéhez, amit megkoszorúztunk, és elénekeltük a himnuszt. Ezután Vajdahunyadon voltunk, ahol hasonló vár van, mint a budapesti Városligetben, és itt is kaptunk szabadidőt, és bebarangoltuk a várat. Déva váráról már irodalom órán is hallottunk. Kőműves Kelemenné baladája is hozzá kapcsolódik. Utolsó két megállóhelyünk Világosi Sarad volt. Világoson megnéztük a világosi fegyverletétel helyszínét, Aradon pedig a 13 aradi vértanú emlékművét. Ezután elbúcsúztunk az idegenvezetőtől, és a határ felé vettük az utat. Igazán jó hangulatú osztálykiránduláson vehettünk részt, és ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek a támogatását, hogy biztosították a gyerekeknek a részvételét a programon. Nagyon jól telt a háromnapos kirándulás, nagyon jól éreztük magunkat, és rengeteg élménnyel gazdagodtunk.